Már is kapcsoljuk Bíró Sándor kollégámat, aki jelenleg a 12. kolozsvári ünnepi könyvhéten tartózkodik, és már várja, hogy beszámoljon a könyvünnepéről. Szia Sándor, mi hír van arrafele? Szervusz Laura, köszöntöm a kedves nézőket. Kolozsvár irodalmi pompában tündököl, hiszen ma pontosan 2 órakor elkezdődött a 12. ünnepi kolozsvári könyvhét. Érdekesebbnél érdekesebb programokkal várják az irodalomkedvelőket, és nem csak az irodalomkedvelőket. A megszokott beszélgetések mellett és könyvbemutatók mellett idén a szervezők arra is odafigyeltek, hogy különböző gyermekprogramokat is szervezzenek. De itt van velünk egy exkluzív meghívott, akinek át is adnám a szót, és köszöntöm is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első kérdésem az lenne, hogyha jól tudom, 21-22 évvel ezelőtt járt Kolozsváron. Milyen érzés visszatérni Erdélybe, Kolozsvárra? Hát van Karintinak egy novellája, A találkozás egy fiatalemberrel című, úgyhogy azt gondoltam, hogy ha sétálgatok majd itt Kolozsváron, akkor ezt fogom átélni, és így is van. Mert ugye az a helyzet, hogy 21-22 év alatt nagyon sok minden megváltozott, nagyon sok minden alakult. A város is teljesen más lett, de azért a belső változásaim még fontosabbak. Ráadásul az alatt lett ez a könyvhét itt Kolozsváron, amelyik most már azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb könyvheti rendezvény a Kárpát-medencében vetekszik a budapestivel. Az új könyvével érkezett ide hozzánk, aminek az a címe, hogy Lányos apa. Családi történetekről van a könyvben szó. Ezek a családi történetek különböző könyveteken, különböző kérdések folyamában hogyan alakulnak át? Átalakulnak egyáltalán? Megváltozhatnak valóban, de alapvetően ugye az a helyzet, hogy engem fölkért a Nőklapja, hogy kezdjek-e vallani magamról. Kezdjek-e vallani az apaságról, arról a szerepről, ami nagyon átalakulóban van, és nagyon átalakulóban van a családok helyzete, nagyon megváltozott a gyereknevelés, és nagyon megváltoztak a gyerekek is, hiszen mi magunk is megváltoztunk. Úgyhogy ezen kezdtem el gondolkodni, és ebben nagyon sok kalandot éltem át. Talán az egyik legfontosabb az az volt, amikor édesanyám férje azt mondta nekem, hogy te mit művelsz? Hát neked nem szabad kimutatni az érzéseidet. Mondta ezt egy legjobb szándékkal egy autentikus parasztember, aki ezt ismeri, aki évezredek alatt ezt tanulta, akinek a génjeiben ez van, és ahonnan én is származom, tehát én is abból a vérből való vagyok. És én mégis azt mondtam neki, én nem tudom úgy csinálni. Én nem tudok a tekintély lenni, nem tudok a távolságtartás lenni, nem tudok az gyerekem életéből úgy kimaradni, hogy aztán én legyek az a pont, aki majd megszabja a határokat. Azt mondta, akkor nem lesz semmi tekintélyed, ebben mondjuk igaza lett, semmi tekintélyem nincs a gyerek előtt. Másfelől én nem tudom másképp csinálni, és ezeket a helyzetkereséseket, történeteket, nagyszülői történeteket, mert ez nem csak a legutolsó láncszemről mesélek, hanem a lánc többi szeméről is. Tehát ezek a történetek kerültek ebben a Lányos apa című kötetben egy kalap alá. Hogyan biztatná az erdélyi embereket? Miért látogassanak el a 12. kolozsvári ünnepi könyvhétre? Hát én azt gondolom, hogy nagyon színes a program, tehát nagyon sokféle helyzet van, és minden alkalommal teljesen más irányú beszélgetések vannak. Tehát ugye ez egy centrum. A budapesti centrumtól nagyon távol van, nagyon más kérdések vetődnek fel, nagyon más helyzetek vetődnek fel, más olvasati lehetőségek, vagyis olyan konfrontációk, a legjobb értelemben ütközések jöhetnek létre, amit a gondolatnak, az irodalomnak a legjobbat teszi, úgyhogy itt egy kicsit kimozdul az ember, így megmozgatja magát, találkozik az itteni kollégákkal, ugye hát itt hihetetlen pezsgő egyetemi, irodalmi élet van, és ez ennek az összefolyása az mindig valami nagyon szépet hoz, az édes meg a sós víz keveredik, és egy nagyon izgalmas terep van, gyerekeknek is, tehát a családok is tudnak jönni, úgyhogy én azt mondom tényleg, hogy úgy látszik, hogy most a Kárpát-medence legizgalmasabb könyvhetének tűnik a kolozsvári. Az utolsó kérdésem az az lenne, hogy el fog látogatni a Bulgakovba? Hát, nagyon jó kérdés. Ugye annak idején én fiatal íróként ott voltam vendég a Bulgakovban, és hát nyilván kemény esték voltak, meg kellett tanulni, fölzárkózni az itteni tempókhoz.
adja az Isten, hogy most is összejöjjön, meg hogy tudjak találkozni egykori önmagammal, és hogy ez a számadás, hogyha Kolozsvár engem most számadásra késztet, és azt tudjam mondani, hogy nem vallottam szégyent, ha a 20 éves énem megkérdez, hogy mégis mire jutottál, akkor hát ha nem bukom meg. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Gerecsó Krisztiánnal beszélgettünk, önöknek pedig, kedves nézőink, további szép estét kívánunk. Azoknak, akik kedvet kaptak a kolozsvári ünnepi könyvhéthez, azt tudom ajánlani, hogy menjenek fel a kolozsvári ünnepi könyvhét oldalára, ott tudnak tájékozódni a különböző programokról. A szó a stúdiójé, viszontlátásra, szép estét! Kezést, holnap pedig ismét itt lesz velünk, úgyhogy készülj, Sándor!